Hajdúböszörményi Veterán Kulturális Egyesület régre visszanyúló kapcsolatai is segítettek a jó hangulat megteremtésében. Ennek az együttműködésnek körülbelül 4 évre nyúlott vissza, amikor meghívtak az első találkozóra, és akkor még nekem is volt veterán autóm. És tulajdonképpen így kijöttem, elhoztam a bencsót, bemutatkoztam, és azóta majdnem minden évben és minden veterán autós találkozókor találkozunk itt a böszörményekkel. Milyen volt ez a veterán autó, ami azóta már nincs? Opel Mantán volt régen. És hova lett az autó, miért nincs már meg? Hát megváltoztak a körülményeim, és megváltam tőle, és úgy gondoltam, hogy csak a bencsó marad. És még akkor az első elnököt, a Bíró Gábort is ismerte feltehetőleg. Megmaradtak a kapcsolatok? Persze, a kapcsolatok megmaradtak, tudjuk egymás címét, és hogyha van ilyen rendezvény, akkor szólnak, és sok barátot találtam itt, mint öreg autós, mert nem vagyok már fiatal, és ez a lényeg, hogy így tartjuk a kapcsolatot, néha máskor nem is, de egy évben egyszer vagy kétszer, mikor ilyen veterán autós találkozó van, akkor kihívnak, vagy kijövök, megbeszéljük, és akkor bencsózok itt a böszörményeknek a veterán autó találkozón. Egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezésének a Veterán Kulturális Egyesület elnöke milyen előzményekkel vágott neki? Már ugye ezt már januárban elkezdtük szervezni, a gyakorlati részét. Ugye tavaly beadtunk pályázatot a városhoz, a Hajdúböszörményi Önkormányzatához, amely sikeresen debütált. Ugye nyilván költségtérítésben kaptunk pénzt. A szervezésen pedig lenne, hogy a gyűléseken átbeszéltük, mit hogyan szeretnénk, milyen programok lesznek, mit fogunk csinálni, és utána azt kezdtük a szervezkedést. Közben a veterános élet zajlott, külföldi versenyeken is vettetek részt. Közre játszott ennek a megszervezésébe az ott szerzett tapasztalat? Természetesen, ugye sokat járunk külföldre is, ahogyan tehetjük. Bőrzéken, rendezvényeken, veterános találkozókon, ugye most legutóbb például a Kassel Retronak voltunk a kassai veterános klubnak a találkozóján. És a mostani rendezvényt hogyan értékeled? Hát meglepődtem, hogy ennyi sok jármű kijött, és ugye itt most el lehet mondani azt, hogy jöttek Romániából, jöttek Veszprémből, ugye Gyomaendrődről a legmesszebbeket említettem, ugye mert amiatt, hogy ugye nekik az elég hosszú táv és sok idő, még ide érnek, tehát ezt becsülni kell, és hogy választották a rendezvényünket. Ez azt hiszem, hogy a színvonalát is mutatja a rendezvényünknek, hogy egyre erősebbek, jobbak vagyunk. Épp csak elkezdődött a szezon. A Veterán Kulturális Egyesület milyen programokat tervez még az idényre? Gondolok itt a helycei nagy túrára. Igen, természetesen a helycei nagy túránk az ebben az évben is meg lesz, ugye ez a 13. lesz már a helycei. Elmondhatom, hogy ezt egy kicsit olyan bohókásabbra, viccesebbre fogjuk csinálni. Egyik nap nem is megyünk el helycéről, kihasználjuk a helycei adottságokat, viszont második nap a Fáji kastélyba megyünk Fájra. Az egy külön kulturális érdekesség lesz, hisz ott egy tárogatós bácsi fog nekünk tárogatózni. A munkamegosztás elve alapján a Veterán Kulturális Egyesület alelnöke kontrollálta a veterán futamot. Nagyon nehéz volt úttörőként ezt böszörménybe hozni? Igen, mint az ismeretes, hát most ilyen próba jelleggel indítottuk el azt az első hajdúsági veterán futamot, és azt kell mondjam, hogy elég szép sikere volt. Már most beértek a célba a versenyzőink, és mindenkitől végül is pozitív véleményt kaptunk róla. Hamarosan ki is értékeljük a feladatlapokat, és utána eredményt fogunk hirdetni. Megoszlott a szervezés a veterán egyesületünk részéről, de hát elég sokan részt vállaltak benne, tehát 3 ellenőrzési pontunk is volt. Az elsőnél egy kirakót kellett teljesíteni, a másodiknál egy nem egy, hanem 3 henger fejből kellett a gyertyákat kicserélni. Itt a végén pedig a záró feladatnál egy ilyen kerékszlalom verseny volt, és a többi pedig az végül is kérdés volt a város nevezetességeire vetítve. Ezeket a kérdéseket kiállította össze az egyesület tagsága, vagy egyénileg?
Ez teljes mértékben csapatmunka volt, de hát a taggyűlések során folyamatosan mindig jöttek újabb-újabb ötletek, kérdések, ezt is lehetne beletenni, azt is, és végül így állt össze egy 14 pontból álló feladatsor. Mikorra nyúltak vissza az előkészületek? Az előkészületek egészen már a márciusi közgyűlésünkre, amikor felmerült az ötlet, hogy egy ilyen veterán futamot is hozzunk a hagyományos veterán kiállításunk mellé, akkor eldöntöttük már az időpontot is, tehát már onnantól fix volt ez a május 12. Bízunk a szerencséből, jó idő lesz, és ez szerencsére így is alakult, és hát akkortól fogva szerveztük folyamatosan, egészen még a tegnapi nappal bezárólag. És milyenek a visszajelzések? Eddig azt kell mondjam pozitív, tehát a résztvevőkről pozitív, de nyilván majd az utolsó öngéjére is kíváncsiak vagyunk. A legjobbak milyen díjazásban részesülnek? 11 díjkategóriát állítottunk fel, de hát ez a járművek esztétikai, műszaki paramétereire vetítve vonatkozó díjak, és illetve az első hármat pedig díjazzuk a hajdúsági veterán futamban. Az első helyzet az egy helycei belépőt fog kapni a júliusi klubrendezvényünkre. És ilyen veteránfutam mikor várható legközelebb? Hát leghamarabb egy év múlva, de hát ha eddig úgy értékeltük, hogy sikeres, úgyhogy minden bizonnyal folytatjuk ezt a, már most mondhatom azt, hogy hagyományt teremtettünk, remélem. A hajdúsági veterán futamon egy polszkival az első akadálynál jártuk. Ilyen kérdésekre számítottatok? Nem. Mire számítottatok? Milyen feladatokat kell itt végrehajtani? A korábbi tapasztalatok alapján arra számítottunk, hogy majd autóval kell különböző ügyességi dolgokat végrehajtani, szlalomozni, tolatni, beállni, kiállni, stb. Ilyen is lesz a vége fele, de most az ügyességeteket fogja ez próbára tenni. Még előtte álltok a feladatnak? Igen, ez lesz az első, amit fogunk csinálni. És hogy szerepel a polszki ezen a futamon? Nagyon jó szerepel. A többin is jó szokott szerepelni, de most kifejezetten jó. Úgy tudom, hogy van egy jó navigátorod is. Igen. Bár egy párszor már eltévedtem vele, de attól még jónak mondható. És hogy érzitek magatokat ezen a rendezvényen? Nagyon jó. Eddig az idő is jó szerencsére. Mindig az szokott ugye a baj lenni, hogy jön az eső, és akkor futni kell hazafele, de most még felhőt nem látok, úgyhogy egyelőre nyugodt vagyok. És honnan jöttetek egyébként? Tiszavasváriból. Ezen az állomás helyen egy pecsétért műszaki feladatokat kell végrehajtani. Erre egy lány a legalkalmasabb. Mit kell csinálniuk majd a versenyzőknek? Itt két hengerfejet kell megszerelniük. Az elsőbe a négy gyertyát bele kell csavarni, az nem túl nagy kihívás, viszont a másodikba a szűkítő nélküli helyre kell kifárasztani körülbelül 15 gyertya közül a megfelelőt, és azt kell becsavarni, illetve nyilván a kulccsal ráhúzni. Mennyire állítja ez nehéz feladat elé a versenyzőket? Az első az nem szokott kihívást jelenteni, ahogy így eddig láttuk. A második azért már egy kicsit nehezebb, mert ugye ott mire megtalálják, az húzza az időt. És minél rövidebb idő alatt kell teljesíteniük, gondolom. Hogy szerepeltek az eddigiek? Így van, minél rövidebb idő alatt az a lényeg. Egész jól szerepeltek, bár 20 másodperctől körülbelül másfél percig terjedt az időintervallum. A hajdúsági veteránfutamra, Hajdúböszönybe honnan érkeztetek? Földesről értünk. Honnan értesültetek a rendezvényről? Hát Facebookról értesültünk igazából. Igen, az interneten keresztül lényegében. Először vagytok Böszörményben? Igen, most jöttünk először, már múlt évben is láttam róla a képeket, ugye ilyen tájékoztatókat, és ugye mink is ugye régebbi járművel vagyunk, és ezért úgy döntöttünk, hogy elnézünk el az eseményre. És így a hajdúsági futam keretében meg is ismerkedtetek a várossal. Hanyadik állomáspontot teljesítitek? Az utolsó állomáspontot teljesítjük. Hát így nagyjából el tudtunk tájékozódni a térkép segítségével, így igazából nem volt vele probléma. Motorosoknak ez az autókerék gurítás hogy jött be? Hát nem tudjuk a feladatot, de jobb lett volna egy motorkereket görgetni. Az egyszerűbb lett volna. És hogy érzitek magatokat a rendezvényen? Meg vagyunk elégedve mindennel. Jól érezzük magunkat. Meddig maradtok? Eredményhirdetés tombolátra itt maradtok? Itt maradunk végig. Igen, itt van. Megvárjuk az eredményhirdetést. És ebbe a futamból részvételeteknek milyen eredményére számítotok? Különösebben úgy nem számítunk olyan kimagasló eredménye, bár jók voltak az ideink, ahol mértek minket, de amúgy a játék része a fontos, meg a részvétel ugye szerintem is. Az esemény területén bárhol, bármikor nagy eséllyel botlottunk bele igazi különlegességekbe. Az
Személyesen én is szeretem talán motorokat, és otthon is szokasztottam szerelgetni, javítgatni őket, és én is kíváncsi vagyok a sok régi, retro autókra és motorokra. Milyen járművel érkezett? T5H-s, 1974-es kiadású, első tulajdonos gyári festéssel, és 15.000 kilométer van benne még. Most friss műszaki, ott friss műszaki van rajta, és ezt meg szeretném tartani a jövő nemzedéknek. És a jövő nemzedék, az utánpótlás érdeklődik a veteránozás iránt? Igen, van két fiam, és mind a kettő motorozik. Egyik a motoros egyesületben is tagja, a másik még ilyen a kezdő, de ő is benne van a motoros társaságban. És ön szerint az ilyen rendezvények erősítik a fiatalok motorozás iránti szenvedélyét? Szerintem igen, mert sokat látnak, tehát gondolom még a vezetési stílus is meg tudják oldani, hogy mi a közlekedési szabályai, meg még azt, hanem az, hogy látnak egy régi csodákat. Tehát az, hogy 45-ös előtti kiadású motorkerékpárok, autókat, tehát neki nagyon szerintem jó ez a kiállítás. Járműkedvelő, nézelődőként mi a véleménye a felhozatalról? Nagyon tetszik az egész kiállítás, és le a kalappal azok előtt, az emberek előtt, akik ezeket a gépeket idehozták ilyen állapotba, mert rengeteg munkájuk fekszik benne, biztos vagyok benne, látom, de remek, nagyon jó, tehát tetszik. Melyik jármű nyerte el leginkább a tetszését? Igazából a régebbi járműek, hogy így mondjam, amik még nekem a fiatalkoromban gyártottak, hogy úgy mondjam, vagy előtte. Tehát mindenféleképpen a veterán gépek. Az autók, motorok, vagy az egyszem Dutra traktor? Hát a Dutra traktor az feltétlen nagy élmény, mert az valamikor tanulókoromban avval kezdtem. És természetesen a motorok is, és a személykocsik is nagyon jó állapotban, és tetszenek azok a veterán gépek, amik ki vannak állítva. És mi a véleménye róla, hogy Böszörményben szükség van ilyen kiállításokra, és érdekes? Sokan eljönnek? Hát én úgy látom, hogy igen, sokan eljönnek, meg érdemes ezzel foglalkozni, tehát úgy látom, hogy bővül is egy picit, mert minden évben szoktam jönni megnézni, és látok újabb járműveket is, tehát van ennek értelme, hogy ne. Nem tervezi-e esetleg, hogy belép a veteránosok körébe? Hát nem tudom, mert egyelőre időm erre nincs sajnos, mert rendkívül idő, anyagigényes is, és időigényes is természetesen, meg szeretni kell. Tehát babrás, nagyon babrás, mert ez nem egyszerű feladat megcsinálni, úgyhogy ezt át kell látni előtte. Nem csak szétszedni, és ott hagyna a sarokba, hanem ezt ha rendbe akarja hozni az ember, rengeteg idő, pénz és egyéb. A hajdúsági veterán futamra egy Youngtimer Saab-bal érkeztél. Miért erre esett a választásod? Ez egy érdekes kérdés. Igazából konkrét elképzelem sem nem volt. Egy barátomé volt az autó, és megtetszett nekem ez a gép. Nyilván régről ismerjük ezeket a típusokat. De ez annyira egyben volt, és mivel az ember tartozik az ördögnek, annyira egyszer az életben legyen egy jó autója, így rádumáltam, hogy adjál nekem a kocsit. Ez meg is történt, és ez már 3 éve volt, azóta van nálam. Hát különleges autó. Milyen műszaki paraméterekkel rendelkezik? Motorját tekintve 2,3 literes turbos benzines motor, 230 lóerős gyári paraméterrel, meggyőző teljesítmény, ugye a turbó miatt elég hatásos, valószínűleg ettől jobb érzetet is kell, mint ha erősebb lenne. Mennyivel jobb ez egy átlag autónál? Lehetne ezt részleteiben boncolgatni, mivel régi vágású az autó, ezért tartalmát tekintve masszívabb, kevesebb műanyagokat is tartalmaz. Szerintem sokkal különbözőbb, mint egy, és megbízhatóbb, stabilabb, mint egy mai autó, szerintem. Legalábbis úgy tűnik. Milyen speciális Saabra jellemző felszereltsége van? Speciális Saab felszereltség, hogy a gyújtáskulcs az a könyöklő alatt van. Akik nem ismerik, azok szeretik duglisni a kormány mellé a kulcsot.
kifejezetten szab érdekesség egy olyan dolog, ami egy night panel funkció, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy ezt beaktiválva éjszakavezetésközben gyakorlatilag csak a kilométer óra van kivilágítva, ami szerintem sokkal kellemesebb, mint a mai autókban, hogy minden világít, úgyhogy nem tudunk semmit kezdeni vele. Illetve kiemelném még egy nagyon fontos dolgot, ami nem tudom mai autókban mennyire extra, mennyire nem nagyon látok ilyesmét, dupla napellenző, amit egyszer kihagyhatatok oldalra is, egyet meg magam elé, és így aztán megoldva a napellenzés. Nem nagyon van ilyen a mostani autókban, vagy csak szerintem drasztikus felárja. Érződik az autó, amikor az ember becsukja az ajtót, lecsukja a csomagtartót, hogy bizony ez dübben, nem csak puffon egyet. Legendás volt arról, ugye voltak olyan magyar híres emberek is, akik pusztán azért úsztak meg baleseteket, mert szabban ültek. Nem szeretném ezt a dolgot kipróbálni, de így van, ez köztudottan híres az autó erről, hogy rendkívül jó törésmutatói vannak. Ezekre az autókra szokták azt mondani, hogy nem fogyaszt többet, mint amire szüksége van, de lehet, hogy kevesebbel nem éri be. Mennyi itt a limit? Sok, 20 és 30 liter között van a fogyasztás, de aki ezeknél az autóknál a fogyasztást nézi, az ne vegyen ilyet. Akkor nézzük a hengerűtartalmat. Az 7500 köbcenti, ami jó nagy, de legalább adja hozzá az élményt. Így van, mert ez V8, ami a pokolban is V8. Mennyi ez a teljesítmény? 300 lóerő körül, de nem lett bemérve. Mire elég ez a 300 lóerő? Hogy elfüstöljünk két hátsó gumit. Ez tegnap volt, ma ide a konszolidáltabb kivitelbe. Jöttél, de? Szépíteni kiállításra. De most nem fogunk füstölni. Igen, itt viselkedned kell, mert Debreceni létedre a Hajdúböszörményi Veterán Klubnak vagy a tagja, alapító tag. Hogyan vezetett ide az utad? Ismerős által, barát által, és ugye megtetszett a hozzáállása, hogy a Hajdúböszörményi tagoknak, és jól érzem magamat velük, úgymond. Tehát jó a közösség. Biztos közel játszik ebben, hogy egyszer a tombola fődíjat is elvitted, egy Suzuki motorkerékpárt, megvan még? Nincsen meg, sajnos az enyészet élet. Ezt szeretné legkevésbé hallani egy veterános, mert te is annak a híve vagy, hogy inkább megmenteni a járműveket. Ezzel hogy állsz? Gyűjtöm őket folyamatosan, az asszony örömére. Költöm is rájuk a pénzt, de hát valami hobbinak lenni kell az ember életébe. Nem iszom el, nem cigirattázom el, úgyhogy ezek az autók úgymond remélem örök darabok lesznek, ameddig legalábbis a taposom még ezt a földi bolygót.